szeretettel köszöntök mindenkit, aki eljött a Sajóládi Hungarikum Fesztiválra. A Sajóládi Önkormányzat hosszú évek óta azon munkálkodik, hogy tartalmas programokat nyújtson az itt élőknek. Mindig nagyon örülünk, amikor látjuk, hogy egy-egy rendezvényünk meggyökerezik, már számítanak rá az emberek. Úgy érzem, a Hungarikum Fesztivál most ért el oda, hogy immár szokásként tekintünk rá. Egyre többen úgy szervezik elfoglaltságaikat, hogy részt tudjanak venni rajta. A Hungarikum gyűjtőfogalom, amely olyan megkülönböztetésre, kiemelésre méltó értéket jelöl, amely a magyarságra jellemző tulajdonságával, egyediségével, különlegességével és minőségével a magyarság csúcs teljesítménye. Önmagunk, országunk bemutatása is többnyire hungarikumainkon, nemzeti büszkeségeinken keresztül történik. Pusztán érdekességként villantom fel önök előtt, milyen kategóriák vannak a Hungarikumon belül. Az agrár és élelmiszergazdaság kategóriában helyet kap például a pálinka. Az egészség és életmód kategóriában szerepel a Magyar Védőnői Szolgálat, mint nemzetközileg is egyedülálló ellátási rendszer. Büszkék lehetünk rá. Az ipari és a műszaki megoldások között találjuk a herendi, a zsolnai és a hollóházi porcellánt és kerámiákat. A kulturális örökség kategóriában a pálos rendet. Pálos település révén ezt is hatalmas eredményként könyvelhetjük el, ami Sajólád értékét is növeli. Sport kategóriában szerepel egyedülként Puskás Ferenc, világszerte ismert életművel. Az épített környezet kategóriában Torockó. A természeti környezet kategóriában hozzánk közel található kaptárkövek, mely a bükkaljai kőkultúrához tartozik. A turizmus és vendéglátás kategóriában a gulyásleves. Hungarikummá válás több lépcsős folyamat, erről törvény rendelkezik. A Hungarikum Bizottság minősítése alapján jelenleg 70 hungarikum élvez jogi védelmet is. Biztatom arra kedves vendégeinket, hogy egyszer olvassák végig a teljes listát. Megéri tudatában lenniük, milyen értékek és milyen szépségek váltak eddig hungarikumokká. A magyar nép méltán büszke arra, hogy tud, mi több, szeret is vendégül látni. Amikor egy külföldi Magyarországra érkezik, akkor előszeretettel viszük olyan helyekre, amiket nem, vagy alig láthat máshol. Olyan ételt kóstoltatunk vele, olyan zenét, és olyan táncot mutatunk, ami jellegzetesen magyarként marad meg az emlékezetében. Mert azt akarjuk, hogy így emlékezzen ránk. A magyarokat többször éri az a vád, hogy nemzeti büszkeségünk már-már túlzott mértéket ölt. Jó magam mégis úgy gondolom, fontos magja az identitásunknak, önbecsülésünknek, állampolgárságunk, szülőföldünk szépségei, nemzeti karakterünk sajátosságai mélyen összekötnek minket. Minden ünnep az együttlétről szól. Egy újabb közös örömről. Kérek mindenkit, kóstolja meg finom étkeinket, élvezzék zenés-táncos műsorainkat. Érezzék jól magukat. Köszönöm figyelmüket. Jöjjenek a fonóba, ha jönnek lesznek, ha hoznak esznek. Szita, szita, bóbita, jöjjenek a fonóba, ha jönnek lesznek, ha hoznak esznek. Szita, szita, bóbita,
jöjjenek a fonóba, ha jönnek lesznek, ha hoznak esznek, jöhetnek a fiúk! Gyere be, rózsám, gyere be, csak magam vagyok idebe, három cigány legény egedül, csak magam vagyok egyedül. Gyere be, rózsám, gyere be, csak magam vagyok idebe, három cigány legény egedül, csak magam vagyok egyedül. Gyere be, rózsám, gyere be, csak magam vagyok idebe, három cigány legény egedül, csak magam vagyok egyedül. Szép rózsámat, kötöm bukrétámat.
embereknek sikerült megebédelni, kedves egészségükre, és közben a zsűri is meghozta a döntését. Szeretném önöknek bemutatni a zsűrit. Szűcs Andrásné Timike, a Gyöngyszem óvoda szakácsa. Profik óvoda. Ördömné Bukta Mária, tanítónő, hitoktató. A léleknek is kellett egy kicsit bevinni, a léleket is bele kellett vinni. Kusperné Kosarovszki Beatrix, élelmezés vezető. Poszbai Zoltán polgármester úr. Molnár Tamás szakács, szintén a Gyöngyszem óvodából. És Poszbai Zoltáné, a Poszbai és Nejek Kft.-nek az ügyvezetője. Nagyon szépen köszönjük neki, és most átadom a szót polgármester úrnak. Köszönöm szépen, amikor szlenget szoktam használni, ne haragudjanak meg ezért, azt szoktam mondani, hogy nézzék meg, hogy milyen tálalcú vagyok. Tehát nem mondhatom azt, hogy nem szeretek enni. De nagyon nehéz döntés volt, mert én mindent szeretek. Nincs olyan, amit én nem szeretek. És én azt mondtam, hogy ne is az legyen, hogy első, második és harmadik vagy negyedik helyezett, ha mindenkinek köszönöm, a jövőben még jobban szeretnénk ezt bővíteni, hogy még többen jöjjenek el, főzzenek, legyünk együtt, egy közösséget alkotunk, és én annak örülök, ha minél több ízt megkóstolunk, mert ez maga nemében, amiket főztek, mind finom volt. És a oklevél vagy az emléklap is arról szól, hogy a nevezett étel a kategóriájában a legjobb. Ettől szebbet vagy jobbat nem is tudok mondani, mert nekem mind ízlett. Gondolom, hogy önök is, amit megkóstoltak, biztosan ízlett. És ezért csak megismétlem, amit az előbb mondtam, mindenkinek köszönöm. Nagyon finomat főztek, remélem ez nem csak az én véleményem, és mindenkit meg szeretnék ajándékozni a maga nemében. Mindenki győztes. Kérem akkor először a sajóládi betyár írtók. Következő a sajóládi óvónők. Látjátok, gyerekek, az óvónénik is hogy tudnak főzni? Látjátok? És ha valami nem ízlik nektek, akkor mondjátok az óvónének, hogy most nem jót főztetek. Következő a sajóládi nyugdíjas klub. Ők szégyellősek, szégyellősek, őket kéretni kell. És utoljára, de nem utolsók, a sajóládi betyárok. Még egyszer köszönöm mindenkinek, köszönöm, hogy itt volt, köszönöm, hogy főzött, nagyon ízletes volt. Köszönjük a jóságot, hogy meghívtatok. Nagyon szépen köszönjük ezt a sok finomságot. Mondtam, hogy tegyenek már egy picit félre valamiből, de mire észbe kaptam, már nem, én nekem nem jutott. De nem baj, az a lényeg, ez azt jelenti, hogy önöknek viszont nagyon ízlett. Egy nagyon picit, hagyj beszéljek már erről a népszokásokról, amiért most itt ülünk. Tehát a hungarikumról,
ami itt mögöttem van, ez a hungari, ezek a szőttesek, illetve hímzések, ezeket én 15 éve húzolom magammal, hogyha ilyen rendezvények vannak, amikor ilyen hagyományos, disznótoros születi, hát most ez abszolút, remélem, holnap anyáknapja lesz, és szeretném elmondani, hogy ez az én édesanyámnak a kezemunkája, meg a nagymamámi. Sőt, még van olyan, enne, amiben még én is öltögettem. Úgyhogy köszönöm szépen nekik, és örülök neki, hogy ide Sajoládra elhozhattam. Na hát, ezek a hungarikumok, ez, ami itt van előttünk, a muskátli, a magyar muskátli. Amikor külföldön vagyok Németországban, omlik le az Alpok aljai kisvárosokból a muskátli, de ilyen szép paraszt muskátli sehol nincs majd Magyarországon. És akkor szeretnénk egy kicsit beszélni, hogy tulajdonképpen a Szent György napra miről szólt. Ugye tudjuk, Szent György egy római katona volt, akit végül kivégeztek, és így szentté avatták. És többek között a pásztorok végzőszentje Magyarországon is. Az állatok első kihajtásának a napja ez az időszak, amikor az állatok egészségét, szaporaságát, tejhozamát hiedelmekkel és szokásokkal igyekeztek biztosítani. Ugye tudjuk, hogy úgy általában a paraszt ember nagyon félt mindentől, illetve hiedelmek lengték be az ő mindennapi életét. Nedves alján például a gazdák csipkegajat vágtak, és az olajtókba keresztbe fektetett gajjon át hajtották ki az állatokat, hogy a boszorkány meg ne roncsa őket. A legerőlemenet pedig ezzel a gajjal ütögették, hogy sok tejet adjanak. Az ipolymenti falvakban az apró szentek napi vesszővel hajtották ki az állatokat, és füstöléssel igyekeztek távol tartani a rontást. A Hortobágy vidékén a gulyások, csikósok, juhászok megfüstölték az állatokat, mármint füstölték őket, mert úgy vélték, hogy akkor nem bitangol el, és ez elhárítja róla a rontást. Nem tudom, hogy a harmadszedésről hallottak-e, ez a jellegzetes megnyilvánulása ennek a hitnek a harmadszedés. Az Ószövetség az ég áldásának, a termékenység jelképének és az eszközének tekintette a harmatot. Azt mondják, hogy akinek gyenge vetése van a Szent György napján, éjfélkor menjen ki a mezőre egy lepedővel, és ahol szép vetést talál, azon húzza keresztül a lepedőt, és tegye rá a saját vetésére. Hogy a harmatot rávigye, akkor szép lesz az ő gabonája is. Vannak még termés varázsoló napnak is nevezzük ezt a Szent György napot. Ilyenkor kell vetni a kerti növényeket, többek között a mákot is. Közben ügyelni kell rá, hogy egy árva szót sem szóljunk, mert akkor az kisfejű és kukacos lesz. Szent György napján általában a kukorica, bab, uborka vetésére tartott, ezt a napot erre tartották alkalmas időpontnak, és ezt a praktikus népi bölcsességet ma is megfontoljuk, mert körülbelül ilyenkor vetjük el. A húsvéti szokásokkal mutat rokonságot, hogy ilyenkor is sor kerülhetett határjárásra, a kutak megtisztítására, határjelek felújítására. A háziasszony, mikor hasad a nap, készíti a fészket a kotlós alá, hogy jól üljön, és minden tojás kikeljen. Később még fogok mesélni egy pár dolgot erről a Szent György napi hiedelmekről, de most szerintem már itt vannak a Fráter György iskola is, gyermekei, és el szeretném mondani, hogy ők vásári kikiáltásokkal fognak fellépni, bevezetvén ezt a Bokréta Néptánc Együttes, illetve a sajolládi darkörösöknek a fellépését.
Míg engedjék meg, hogy egy pár mondatot meséljek. Persze mondjuk én nagyon szívesen gyűjtöttem ezeket a gondolatokat, de hát nem gondolom, hogy vakvezet világtalan, hogy én nekem kell megmondani a sajóládiaknak, hogy milyenek a dalkörösök, meg a bokréta, de nekem akkor is hagyj mondjam már el, hogy én mit gyűjtöttem ki. Tehát a dalkörösök 2006-ban a Megyeri Amatőrgálán vettek részt, és kiemelkedő sikert arattak. Cigándol, Határon innen is túl című vetélkedőn szintén komoly sikereket könyvelhettek el, gyakran szerepelnek a szomszéd településeken, híjét viszik sajóládnak. A Bokréta Néptánc Együttesről beszéltem ugye Attilával is, Farkas Attilával, a Néptánc Együttes vezetőjével, és jó látni azt a határtalan büszkeséget, ami abból az emberből árad, hogy ő ezeknek a fiataloknak, vagy már lassan középkorúaknak is a mestere, és nagyon szereti őket. 2000-ben alakultak, Sajóládon nagy hagyománya van a néptánc oktatásnak. Ez azért jó egyébként, mert egyre kevesebb helyen, bár most azt látom az elmúlt 10 évben, hogy nagyon sok támogatást kapnak, és talán ezért meg itt is Sajóládon, ugye, hogy Attila főállásban tanítja a néptáncoktatást, biztos vagyok benne, hogy itt lesz jövője ennek. A helyi művészeti iskolában közel 200 diák ismerkedik meg a néptánc alapjaival. Higgyék el, hogy ez még Miskolcon sincs így. A képzésben résztvevő tanulók nagy része komolyan veszi az itt folyó munkát. A felkérések, meghívások is ezt a jó és kitartó munkát tükrözik. Az elmúlt években számos helyekre hívták őket. A néptáncnak köszönhetően, mint Litvánia, ahol a Bokréta név megszületett. A budapesti Millenáris Parkban, vagy a szlovákiai Kasszóvia Folkfestre. Külön öröm a számukra, hogy az általános iskolát elvégzett tanulók is maradéktalanul folytatják a megkezdett munkát, és nem lettek hűtlenek a néptánchoz. Nagyon szépen köszönjük önök nevében is gyerekeknek, a felnőtteknek, és tulajdonképpen a Néptánc Együttes vezetőjének, Farkas Attilának, hogy ilyen óriási munkát tesz vele. Köszönjük szépen, nem tudom, hol vagy Attila. És most következnek a Frátár György általános iskola tanulói vásári kikiáltásokat hallunk. Vásároljuk furuját, fújjuk meg nyilván! Járjunk csehetes,
Tudom, értem, puriszkám, akkor értem ekkorát. Ihaj!
határon kívül van a következő. Ez egy nem várt dolog. Kellene nem ma megkeresett, hogy ő el szeretne énekelni egy dalt. Persze én támogatom. Ezzel felbuzdulva én kérem önöket, hogyha tudnak sajokládit, ha valamivel kitűnik, vagy valamit tud, nyugodtan merj előadni, legyen bátor, mint ez a kislány, ő nem sajoládi, ő Felső Zsolcai, de nagyon örülök. És hallgassuk meg. Van, hogy elesem, néha feladom, tudod nekem, te vagy az etalom, gyere közelebb, veled akarom, és ha tegnapok ölnek a nyakadon, költözzünk fel a felhőkben, csak benned bízom az égre, írom a szívünk lágya, nem nőbe, suha talál, csak lásd belém. Te az ecsetén a vászon, színeszként csak rád vágyom, csak lásd belém, hogy köztünk a levegő szikrázzon. Elvesztettem a rózsámat, most megyek keresni, ha még egyszer megtalálom, meg fogom becsülni, ha még egyszer megtalálom, én úgy megbecsülöm, kezét lábát összekötöm, a füstre. Thank you.
meg gyónos tényleg átkozom. Érte megyek, s szép is szácsakornom, jaj, jaj, jaj. Yeah.
boldogság minden száj is világban. Mindig mint a szerelem, mindig is te szép volt, rózsámat ma ölelem. Rózsaszín az ég volt, rózsaszínű szerelem, rózsaszínű szívem hihinni velem, csokkal, mint az ára, szasszor szívet kérdődik, hogy jó, hogy a termet, szép szerelmes, kész szívétől kérdődik, Köszönöm szépen!